Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy ennyien elfogadták a mai megemlékezésünkre. Köszönöm a meghívást, és hát nagyon megköszönöm a bevezetőt, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Zeneiskola tanárainak, Urbánné Tóth Klára Csellónak, aki csellózott, illetve Rabita Mónikának, aki a zongoránál ült, és bevezetésként Szent Martini Andante című zenéjét hallhattuk. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelentek között F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, köszönjük, hogy megtisztelte a mai napot. Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Szepesi Tibor polgármester urat, a Karcagváros polgármesterét. Gyurcsak János alpolgármester urat. Sáric Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt. És Rózsa Sándor jegyző urat. Külön köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket is. Köszönöm, hogy megtisztelték megjelenésükkel. És körünkben nagy tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Konsztibor
Esperes urat, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesét, és az egyházmegyei gondnok urat, Szentesi Lajos urat körünkben. Köszöntöm az intézmények vezetőit és a szervezetek képviselőit is, akik megtisztelték mai rendezvényünket. Egyúttal, ha már elkezdjük a rendezvényt, nagy tisztelettel szeretném felkérni az emlékező beszéd megtartására nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a református, Nagykun Református Egyházmegye esperesét, hogy ossza meg emlékező gondolatait, illetve mondja el a mondandóját. Köszönöm szépen a felkérést, tisztelt emlékező közösség! A kulák küldözések áldozatainak emléknapján kettős érintettség okán szedtem össze a gondolataimat. A családomban ugyanis voltak, akiket kulákként tartottak nyilván, így sokat hallottam gyermekkoromban az aratócséplőgép és a lovak elvesztéséről, a padlás seprésről, az üldözésről. Másfelől az kevésbé van kidomborítva, de a kulák üldözések rendszer logikából fakadóan egyúttal egyház ellenes fellangot is bírtak. Rákosi Mátyás ugyanis erről maga is említést tesz, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy hol kell keresni a kulákot, azt mondta, el kell menni a presbitériumokba, az egyház tanácsokba, és ott meg lehet őket találni. A kulák üldözés így tehát az egyházaknak is szólt, ezért beszédemet Hegedűs Loránd egykori református püspöktől vett idézettel kezdem, aki a következőt mondta, összegezve a kommunista diktatúra működésének a fő jellemvonását. Amikor egy ideológia erővel meg akarja a földön valósítani a mennyországot, mindig a poklot hozta el. A fenti tételt igazolja az, ami 1948 és 53 között az úgynevezett Rákosi diktatúrában megtörtént a nemzet derekát adó földműves, gazdálkodó réteggel. A Rákosi féle magyarországi kommunista diktatúra nem adhatott mást, mint a leglényege. A poklot hozta el az ősei örökségén, vagy tehetsége és szorgalma gyümölcsén gazdálkodó parasságra. A kommunizmus ideológiája ugyanis már fogantatásakor kinyilvánította ellenszenvét a saját birtokán, saját jogán, saját eszközeivel gazdálkodó, és a terményével, jószág hozamával, szabadon kereskedő gazdákkal szemben, akiket stigmatizálva, megbélyegezve elnevezett kuláknak. Itt van egy példa. 1917. március. Lenin ezt írja. A kulákok a legvadállatiasabb, legdurvább, legvadabb kizsákmányolók. Pókok a kulákok, melyek a háború tönkretette parasztok és éhező munkások vérén híztak kövérré. Piócák a kulákok, melyek a dolgozók vérét szívták, annál jobban gazdagodva, minél jobban éhezett a munkás a városokban és a gyárakban. Vámpírok a kulákok, akik kezükbe ragadták és ragadják a földesúri földeket, újra és újra igába görnyezték a szegény parasztot. Sztálin 7 évvel később, 1924-ben ezt mondja. Lenin jelszavának a veleje pontosan és pompásan, találóan határozza meg. A párt falun kifejtett munkásságának hármas, de mégis egységes feladatát, támaszkodja szegény parasztságra, semlegesítsd a középparasztot, és egy pillanatra sem szüntesd meg a harcot a kulákkal szemben. Hát lehet-e ezek után csodálkozni, hogy Sztálin legjobb tanítványa, Rákosi és tettes társai miképpen viszonyultak a magyar gazdákhoz, amint kezükbe került a hatalom. A kulák szó magyar földön az 1930-as években jelenik meg először, de akkor a népi írók írásaiban, a nemesi életmódot majmoló nagygazda képében.
Politikai fogalomként a Magyar Kommunista Párt 1946. októberi pártkongresszusán hallunk először a kulákokról, akik Nagy Imre, későbbi 56-os miniszterelnök szerint még beintegrálhatók a földműves osztályba, hiszen a tőkés nekik is ellenségük. Az 1948-ban totálissá váló diktatúra azonban csak totális, tehát végleges megoldásban tudott gondolkodni. 1948 nyara. Rákosi levelet kap szeretett gazdájától, Sztálintól, amiben az a vidék átformálását, a kolhozosítást adja ki számára feladatul. És a válaszra nem kellett sokat várni. 1948. augusztus 20. Rákosi Kecskeméten meghirdeti az osztályharcot a kuláknak nevezett nagyobb birtokos és középbirtokos parasság ellen, vagy ahogyan ő használta, a nem dolgozó, tehát kizsákmányoló parasság ellen. Miből is állt ez az osztályharc? Létrehozzák az úgynevezett kuláklistát. Erre a listára a birtokolt föld mérete és javadalmazó képessége alapján lehetett felkerülni. Csak érdekesség, hogy 1948-ban ez 15 kataszteri hold volt, ez a birtokhatár, 49-ben aztán fölemelik ezt 25-re, ennek az volt az oka, hogy tömegével kerültek 48-ban föl az első listára olyanok, akik épp a háború után a kommunisták által erőszakolt földosztás miatt lettek hirtelen nagy gazdákká. A kulák listákat a tanácsokon állították össze. Így az alkalmas volt arra, hogy a listát összeállítók a régi sérelmeiket is megtorolják egy-egy név listára való felírásával. Tehát a kulák kategória alulról is és felülről is nyitott volt. Eredetileg 3%-ra becsülték a nagygazda és középbirtokos gazda számarányát a mezőgazdaságban dolgozók között, de a kulák listára több mint 70 ezer család került föl, ez pedig több mint 10%-a a mezőgazdaságban dolgozóknak. Ráadásul a kulák szó evolúcióját is átéljük. Megjelenik például az ipari kulák szó, a kupec kulák, a papi kulák és a politikai kulák fogalma. Ezek után azt mondhatjuk, alig volt Magyarországon és itt Karcagon olyan család, aki ne lett volna érintve kulák rokonsággal. A kulák listán lévőket és gyermekeiket azzal bélyegezték meg, hogy nevük mellé a személyi igazolványban a felnőtteknek, míg a gyerekeknél az osztály naplóban egy nagy K betűt írtak, ami például a gyerekeknél predestinálta őket, hogy sem gimnáziumba, sem technikumba nem mehettek, maximum vájár tanulóknak. Főiskoláról, egyetemről nem is álmodhattak. A kulák listára került gazdáknak brutális, külön adót kellett fizetni. Jellemző adat erre a korszakra, hogy a teljes, tehát Magyarország összes mezőgazdasági bevételeinek, adóbevételeinek a 37%-át a kulák családok adják. És aki nem tudja fizetni az adót, hát az felajánlhatja a földjét. Ez az önként felajánlott birtokmennyiség 1953-ra, tehát a korszak végére 1,5 millió kataszteri holdat jelentett, tehát 860 ezer hektárt. Emellett természetesen folyamatos volt a fizikai és a mentális vegzálás. 1948, a korszak kezdete, Kádár János belügyminiszterként létrehozza az AVH-n belül az úgynevezett kulákverő csoportot. 1950. júniusától pedig megkezdődnek a kitelepítések, amikor egy éjszaka leforgása alatt egész családok kerülnek internáló táborba. 1948 és 53 között a rendőrség és a települési tanácsok egymással versenyezve büntetik a kulákokat. Csak egy elrettentő, groteszk adat 1951-ből. 88 ezer kihágás miatt indítottak eljárást. A kihágások között vannak elképesztők. Örkény István abszurd jeleneteibe illők. Például több beszámoló arról szól,
hogy az aratás előtti napon megjelennek a behajtók, elviszik az arató cséplőgépet, majd másnap megbüntetik a gazdát szabotálásért, közellátás veszélyeztetésért, tudnélik nem indította meg az aratást. Aztán egy másik jellemző. A padlást söprést végzők bejelentést tesznek a padlástér rendezetlensége miatt. Emiatt természetesen megint kihágás van. Majd 10 000 alkalommal megbírságolják a kulák listán lévő gazdát azért közlekedési bírságra, mert a behajtás alatt a szekérre nem jól tették föl az elrablott árut. Köztisztasági kihágás miatt megbüntették azokat a gazdákat, akik az udvaron nem teljesítették a kötelességüket, ezért az elvtársak, akik elvégezték a behajtást és az ellenőrzést, kénytelenek voltak a disznóól előtt sárba lépni. És azok a gazdák, akik nem rendelték meg a Szabad Nép újságot, a propagandalapot, azok sajtórendészeti kihágást követtek el. A tervgazdálkodás elleni kihágás abszurditására pedig ajánlom mindenki figyelmébe Hofi viccét, a világra szóló 14 kismalacról. Az alkalom után bárkinek elmondom. Miközben folynak a kitelepítések és a bebörtönzések, a gazdák közül többen nem bírják az állandó vegzálást, a vagyonuk elvesztését, ezért öngyilkosságba menekülnek. Az egyik legdrámaibb történet, amikor az elhurcolt és koncepciós perben elítélt gazda, akit egy este elvisznek, sorsáról úgy értesül a család, hogy kapnak egyszer egy számlát. A számlán a gazda perköltsége van, és a perköltség egyik sora a hóhér javadalmáról szól. Akkor tudják meg, hogy a családfőt kivégezték. Igazi pokollá változott a gazdatársadalom élete. Ennek Sztálin 1953. március 5-i halála és a Nagy Imre kormány megalakulása vetett véget. Jellemző adat az is, hogy amikor Nagy Imre kormánya amnesztiát hirdet, éppen 600 ezer kihágási eljárás van folyamatban a kulákok ellen, akiknek a száma 2/3-ára csökkent. De ez az amnesztia is sajátos kommunista logika mentén érvényesül. Begyűjtik a kulák listákat a tanácsokról, a tanácsoktól, a listák begyűjtését a belügyminisztérium végzi, de a kulák listákat nem semmisítik meg, így 1956 után újra fel tudják használni. Rákosi ugyanis cinikusan ennyit mondott, a kulák lista nélkül is kulák marad. A rendszer ezután is önmagát adja, a kollektivizálás marad a legfőbb cél, kitakarítják a tanyákról az embereket, és a 60-as években szisztematikusan megvalósítják a kolhozosítást. Összegezve elmondhatjuk, 1948 és 53 között a minden józan ész logikáját mellőző utópia a kommunizmus nevében rárontott az államhatalom az ország megélhetését biztosító gazdálkodó rétegre, ezzel maradandó, máig ható sebeket és törést okozva. És mi lett ennek az eredménye? Összeroppant emberek, családok, sorsok, kivégzések, öngyilkosságok, üldözések, kisemmizések. És megszűnt a gazdálkodás máshol természetes fejlődése is, hogy generációk dolgoznak ugyanabban a saját gazdaságban, nemzedékről nemzedékre átadva a tudást, a föld, a jószág szeretetét, ami ma például Hollandiában, Dániában, az USA-ban, a Franciaországban magától értetődő, hogy egy birtokon több száz éve ugyanaz a család dolgozik. De hála a jó Istennek, hogy ez a pokoli időszak mögöttünk van. Az üldözött családok részleges kárpótlásban részesülhettek a rendszerváltozás után. A jogi rehabilitációjuk is megtörtént, különösen is annak köszönhetően, hogy 2012. március 26-án, június 29-ét, tehát a mai napot, ezt a szimbolikus napot, az aratás kezdetének a napját a kulák üldözések áldozatai emlékezetének jelölte ki. Amivel igazán adósok maradtunk, az az erkölcsi rehabilitáció.
Többet és többször kellene szólnunk a kommunista diktatúra kuláküldözéseiről, a magyar gazdatársadalom ellen elkövetett merényletről, arról az emberkísérletről, ami sok százezer család életét tette tönkre, hiszen emberek százezreit kényszerítette a mezőgazdaságból az iparba, de még inkább az önellátásból a másfél négyzetméteres éléskamrák a Spejz lakótelepi világába. Megérdemlik az üldözöttek és leszármazottaik a méltó tiszteletadást és a méltatásukat. És talán, ha többet tudnának az utánunk jövő nemzedékek a kommunista diktatúra működési elveiből, akkor egészségesebb lenne a lelki és szellemi immunitásuk a mai kifinomultabb, szofisztikáltabb, liberálisabb utópia törekvésekkel szemben, amelyek ma is, idézem a püspököt, emberi erővel, emberi ideák szerint igyekeznek megvalósítani a földi mennyországot, de jól láthatóan a poklot készítik elő. Tisztelt emlékező közösség, legyen az áldozatok, különösen is a karcagi áldozatok emléke áldott, az üldözött családok tagjainak sok lelki erőt kívánok a történelmi igazságtalanság terheinek az elhordozásához, önöknek pedig további méltó emlékezést kívánok, és egyúttal megköszönöm megtisztelő és beszédem hosszúsága miatt nagy türelmet igénylő figyelmét. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm Esperes úr szavait. Valóban többet és többször kellene szólnunk erről az botrányról, amely a múlt század 50-es éveiben zajlott Magyarországon. És itt engedtessék meg, hogy egy névre harcagon felhívjam a figyelmet. Faludi Sándor nevére, aki lélekben biztos most is velünk van, hiszen ő 2002-ben ő állítatta ezt a kopjafát, ahol mindig megemlékezésünket tartjuk. És mielőtt a koszorúzásra térnénk, ismét hallgassuk meg egy kicsit talán könnyedebb hangulatban Urbánné Tóth Klára cselló hangjátékát és Rabzita Mónika zongora játékát. Gárdonyi Zoltán Kis rapszódiáját fogják játszani. Köszönöm szépen. Elsőként megkérném F. Kovács Sándor képviselő urat és Hubay Imre elnök urat, hogy helyezzék el a koszorújukat. Thank you.
Ezt követően a Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcsák János alpolgármester úr, Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony és Rózsa Sándor jegyző úr koszorúz. Következőben szeretném kérni a karcagi nagykun gazdakör képviselőit, hogy tegyék el le koszorújukat. Következőkben kérem a karcagi Kátai Kábor Kórház munkatársait, képviselőit helyezzék el koszorújukat. Következőkben kérem a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének és képviselőinek, hogy helyezzék el koszorúkat. Szeretném kérni a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Óvoda képviselőit, hogy helyezzék el koszorújukat. Kérném szépen a Református Nagykun Gimnázium képviselőit, hogy ők is helyezzék el koszorújukat.
Kérem a Szent Tamai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium képviselőt helyezzék el koszorúkat. Kérném szépen a Győrfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda képviselőit. Kérném szépen a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképző Iskola és Kollégium képviselőt helyezze a koszorút. És szeretném megkérni a Madarász Imre Egyesített Óvoda képviselőit, hogy helyezzék el ők is a megemlékezés koszorúját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm, hogy ennyiben megjelentek a mai rendezvényünkön, és így a koszorúzások végeztével megemlékezésünk is véget ért. Kívánok mindenkinek szerencsés szép napot és kellemes nyári időszakot. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.